A mai naphoz köthető egy szélrekord, az egyik legerősebb széllökést regisztrálták 1990-ben Sopronban, ugyanis akkor 150,8 km/órás volt a szél. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Ma szerencsére nem kell már szeles időre számítani, viszont az elmúlt napok északi-északnyugati szele miatt egy picivel hűvösebb lesz a nap, ami annyit jelent, hogy átlag fölött leszünk, de azért a 20 fokot nem közelíti meg a hőmérséklet. Benne Ádám viszont Fonyódon egy nagyon nyugodt időről árulkodó képet küldött nekünk. Egészen hangulatos, köszönjük szépen a felvételt. A további érdekes időjárással kapcsolatos képeiket pedig önök is küldjék el nekünk a már jól ismert meteorfotókat mtva.hu e-mail címre. És bizony, tényleg nyugodt lesz a következő pár nap egy magas nyomásnak, egy anticiklonnak köszönhetően, ami ma már az időalakítónk lesz, idekúszott a Kárpát-medence fölé, és tökéletesen bebizonyítja majd felhőoszlató hatását, bár az éjszaka egy kicsit megnövekedett a felhőzet, de ma szépen fokozatosan csökken, szakadozik a felhőtakaró. Amit érdemes is kihasználni, mert itt ez a vészjósló hidegfront is, ami közeledik hozzánk, és a hétvégén el is éri hazánkat, bár addigra az útja során fokozatosan gyengül, úgyhogy mire a Kárpát-medencébe ér, már markáns változékonyságot azért nem tartogat, viszont némi csapadékot hoz nekünk. Annyira azonban ne szaladjunk előre, hiszen mondtam, hogy a mai nap már nyugodt lesz, és egyre barátságosabb. Itt a nyugati területeken volt és lesz borongós a reggel. A hajnali órákban még csapadék is előfordult, erre nem kell számítani a folytatásban, és láthatják önök is, hogy tényleg egyre kevesebb felhő lesz az égen, úgyhogy mindenütt számíthatunk hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre. Sőt, a Kárpát-medence keleti felében zavartalan is lesz ez a napsütés, úgyhogy több órán át ki lehet használni. A csúcsértékek összességében 10 fok környékén alakulnak, egyébként zömmel 10 fok felett, viszont az északi és keleti tájakon néhol csak 5-6 fokig melegszik a levegő, így összességében 5 és 15 fok között alakulnak a maximumok. A hőmérséklet változásában pedig igazából nem kell szinte semmire számítani, végig 10 fok közelében alakulnak a csúcsértékek, és 0 fok környékén a minimumok. Gyenge fagyok azért lehetnek, de inkább 0 fok feletti hőmérsékletre számíthat. Természetesen 0 fok alá a fagyzugos helyeken süllyed a hőmérséklet. Pénteken egyébként sok helyen zavartalan lesz a napsütés, aztán a közeledő hidegfront miatt szombaton már fokozatosan megnövekszik a felhőzet, vasárnap már néhol kialakul gyenge eső, kisebb záporok, és a jövő hét első felében, hétfőn, kedden és előreláthatólag szerdán is azért szükség lehet az esernyőkre, mindenütt nem fog esni, de nagy területen gyenge eső és kisebb záporok fordulhatnak elő. Alapvető fizikai tény, hogy a víz elpárolog, ha felmelegítjük. Sőt, a folyadékok már forráspont alatti hőmérsékleten is idővel légneművé válnak. A párolgáshoz energia kell, amit a folyadék a környezetétől von el. Ha fürdés után a bőrünkről párolog a víz, az energiát a testünk adja át, ezért is fázunk. Az MIT kutatói arról készítettek tanulmányt, hogy normál körülmények között pusztán a fény segítségével is elpárologhat a víz. Azaz a fény hullámhosszak is megszakíthatják a vízmolekulák kötéseit. Egy hidrogélként ismert anyaggal kísérleteztek, amelynek során a hidrogélben lévő víz nyugalmi állapotban 2-3-szor gyorsabban párolgott el, mint amikor hőenergiának volt kitéve. Sötétben azonban a víz párolgási sebessége a termikus normán belül maradt, és jóval alacsonyabb volt, mint amit a fény bevonásával megfigyeltek. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!